Sziasztok! És üdvözöllek titeket a következő Együnk videóban! Újra itt vagyunk egy Együnk videóban, ugye srácok, 43 ezeren vagyunk a csatornán, úristen! Nem is tudok mit mondani, csak az, hogy ti vagytok a legjobbak, nagyon szépen köszönöm nektek, ezért úgy gondoltam, hogy aki esetleg új a csatornán és még nem tudja, mi az az Együnk sorozat, annak most itt az ideje, hogy megtudja, mi is az az Együnk sorozat, ugye, ami több mint egy éve indult a csatornán, az volt a csatorna indító sorozata, és méghozzá nagyon-nagyon különleges dolgokat fogunk enni, amerikai csokikat. De hogy milyen csokikat? Ugye a címből ti már biztos látjátok, Milky Way-eket fogunk megkóstolni. De hát Gergő, a Milky Way az nálunk is van. Nem, az eredeti amerikai Milky Way van Magyarországon. Az eredeti amerikai Milky Way-t csak kizárólag Amerikában lehet venni, de én szereztem párat. Jó, biztos lehet máshol is venni, de ott gyártják, hozzánk nem szállítják, csak ha valahogy elhozott. Ugye még mielőtt belevágnánk a csokiba, hagyd mondjam el nektek, hogy az eredeti Milky Way-t 1923-ban, nem ma, Frank C. Mars, ugye a Mars cég megalapítója, a Mars csoki cég megalapítója, találta ki, csinálta meg először Amerikában, Minneapolisban. És ugye a nevét a teljességéről kapta, ugye ők milkshakehez hasonló levet akartak adni neki, és ezért döntöttek úgy, hogy legyen a híres tejút, legyen a Milky Way a neve. Amúgy szerintem jó nevet találtak ki neki, tök király. 1925-ben el is kezdte az útját a Milky Way úgy, mint hogy Milky Way, tehát ilyen néven is eladva. És sok-sok verziója van a világon, ugye mi ezt a kékes csomagolást ismerhetjük, de Amerikában teljesen máshogy néz ki, és mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hogy. Így. Ez az amerikai csomagolás, ez volt régen is, ez most is. Jó, természetesen régen nem pont teljesen ilyen volt, de hasonló volt ehhez. Ugyan nálunk nem ilyen. Nagyon nem ilyen nálunk a Milky Way, nálunk sokkal kisebb, sokkal vékonyabb és kékebb a csomagolása. Úgy érzem, hogy a teteje az hasonló. Megmondom nektek őszintén, még én sem ettem amerikai Milky Way-t, vagy nagyon régen, de már nem is emlékszem rá, úgyhogy itt az ideje, hogy megkóstoljuk. Ez az eredeti csomagolása, például felmentek a Wikipédiára, ez lesz az, amit kidob először. Kóstoljuk is meg, csak azt hiszem, hogy még jó-e. Hát 2017 hatodik hó, hát még megehetjük ebbe a hónapba. Hogy pont jókor csinálom ezt a videót. Tehát azt nézem, hogy a teteje az dett úgy néz ki, mint a miénk. Vagyis nem, mert a miénknek ilyen X-es a teteje, nem? Ennek meg ilyen... Ilyen. Mindegy, kóstoljuk meg, ugye nem az a lényeg, hogy hogy néz ki. Az illata nagyon hasonló. Kíváncsi vagyok, hogy az ízében van-e valami különbség. Az állaga ugyanaz. Sokkal karamellásabb. Többen a karamella, várjál, meg is mutatom nektek. Az a baj, ezt itt annyira nem adja vissza, nem látjátok jól. De olyan, mint a több lenne benne a karamella a tetején. Ezt nem tudom nektek 100%-ig pontosan mondani, mert nincs itt nálam egy magyar Milky Way. Egyébként nagyon finom, nagyon régettem Milky Way-t. Ugyanúgy beüsztömöm. Bocsi. Emlékszem, amikor ovis voltam, rettenetesen Milky Way-t toltam. Nagyon szerettem. Még most is nagyon szerettem. De most vagy, hogy elkerülje a figyelmet. És amúgy még azt is, hogy mondjam el nektek, hogy a csoki, ami a külsején van, azért annyira finom, mert az elejétől fogva, és ha jól tudom, most is a Hershey's, az az én egyik kedvenc amerikai csoki márkám, adja hozzá a külső csokit, úgyhogy magnifique, úgyhogy meg is kérdem egy nagy-nagy dudaszólót. Ilyen finom, és ez még csak a sima, és még van pár a tarsolyomban. Nézzük is a következőt, ami szintén az amerikai Milky Way. Hát ebben a videóban mi más lenne, ugye kérdezhetitek. Ez így néz ki, ez kicsivel másabb. De hogy miért? Ugye erre az van leírva, hogy Midnight Dark, azaz éjféli sötétség, éjféli sötét. Képzeljétek el, hogy ennek az eredeti neve 1920 valahány körül az volt, hogy Forever Yours, azaz örökké a tied. Azért ez mennyivel jobban hangzik, nem, hogy Milky Way Midnight Dark, mint hogy örökké a tied. Szóval itt egy örökké a tied csoki. És egyébként, srácok, nem is örökké a tiéd, mert ha megeszed, utána tudjuk, hol kijön, és azonnan talán nem a tiéd. Na, de ezt fejezzük is, vagy ez elég gusztustalan volt. Bontsuk is ki, és kóstoljuk is meg, nézzük meg, hogy szintén ez 2017 11. hóig jó, úgyhogy erre még lett volna időm. Wow, sokkal sötétebb azt az eget. Ez lesz a kedvencem. Azt az eget nem gondoltam volna, hogy még beszélni sem tudok, nem gondoltam volna, hogy de jó illata van, olyan, mintha egy ilyen tömény, habos, krémes étcsoki lenne, de mégis édeskés, mert ugye általában az étcsoki az nem annyira édes. Nézzétek! Sokkal a sötétebb, meg tudom kibontani, úgyhogy ne öntsem ki. Látjátok, rögtön látni a különbséget, így a kamerán is látom én is, remélem ti is jól látjátok a különbséget. Nagyon jó illata van, csak az íze is legyen ilyen jó. Na, mehet? Nagyon puha. Azt az eget.
Úristen, ez nagyon finom. Azt hittem, ez tömör étcsoki lesz. Azért éreztem az illatán egy kis édeskéset, mert... Látjátok? Ennek a belsője karamella és vanília hab. Nem krém, hab! 1979-ig gyártották azon a néven, hogy örökké a tiéd, és utána változtatták meg arra, hogy Milky Way Midnight. Azt az ege. Ez nagyon jó. Srácok, amikor bekapjátok, ugye az étcsokinak a keserűsége, a karamellának a sósságával, és a vaníliának az édességével, ez idáig a legjobb, srácok! Azt az ege, ez első hely rögtön, ez a második csoki, de már az első helyen áll. Puha, krémes, étcsokis, de mégis édes. Úristen! Nagyon kár, hogy nincs ebből 43 000 darab most nálam. Hát esküszöm, elküldeném nektek. Azért gondoltam már 43 000-et feladni postám. Pár évig ott ülnék. De nagyon szívesen, olyan jó lenne, egyszer azt tudnám mondani, hogy srácok, mind a 43 000 feliratkozó eljött ide hozzám a stúdióba, és együtt kóstolnánk meg őket. Azért ez milyen menő lenne? De most már innom kell valamit, mert azért ez komoly. Pont erről beszéltem, az van ráírva a Mighty-re, hogy akarsz velem jönni? Milyen jó lenne most jöhetnétek velem megkóstolni ezeket. Na de, haladjunk is tovább, és most egy kicsit szünetet tartunk a Milky Way-ből, és átmegyünk egy másik, nagyon-nagyon híres, szintén Mars által gyártott amerikai csokira, ami nem más, mint a... Snickers, ki hogy mondja, és ez nem egy sima Snickers, amit itthon is lehet kapni, ez a ropogós Snickers, ami tele van kis keksz darabkákkal. Ez is szintén egy nagyon híres amerikai csoki, és még ez is 2017-11. Hóig jó. Ami amúgy érdekel, Londonban is például úgy szoktak sok-sok csokit árulni, hogy nem egybe, hanem kettő kockával, tudjátok, mint például a Bounty. Az is úgy van, hogy kettő rút, ha jól tudom, vagy kettő ilyen kis kocka. Ez is szintén kettő kockával áll. Jó is, mert valamikor annyira tömény és édes, hogy nem bírnám egyszerre megenni. De jó illata van. Pontosan a Snickers illata van, tehát itt még nem érezni, hogy a keksznek az illatát. Kóstoljuk is meg, mit szóltok hozzá. Már ropog. Imádom a Snickers is, nem tudom, hogy vagytok vele. Úristen. Hú, srácok, ez nehéz döntés lesz. Ez is nagyon jó. Nem, hogy nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Amúgy, amíg én itt ezekkel szenvedek, hogy eldöntsem, hogy melyik a jobb, addig írjátok már a kommentbe, kíváncsiak vagytok, hogy ti szeretitek-e a Milky Way-t először is, méghozzá a magyar Milky Way-t, esetleg kóstoltatok-e már külföldi Milky Way-t, és melyiket szeretitek jobban, a Snickers-t vagy a Milky Way-t? Nagyon kíváncsi vagyok, én nem tudnék dönteni. Nagyon szeretem, mert valamikor a Snickers ízére vágyom, de valamikor a Milky Way ízére vágyom. De ez nagyon jó. Elmondom nektek, nagyon finom csoki. Karamella, magyaró, és az alján tele van ropogós kis keksz darabokkal. Nagyon finom. Srácok, ez egy olyan videó ismét, ahol nagyon nehéz lesz dönteni, hogy mi legyen. Továbbá nem lesz benne savanyú, hála az égnek, a Mars nem gyárt savanyú csokit. Amúgy milyen durva lenne savanyú csoki. De azt még hogy mondjam el, hogy 2012-től minden évben Halloweenkor Amerikában a Mars kiad, vagyis a Mars cég, de a Milky Way néven kiad egy halloweeni kiadást a Milky Way-nek, ami almás, karamellás. Az sem savanyú, de azért kicsit másabb. Ugye az újaknak közben hagyd mondjam el, hogy általában minden együnk részben van valami nagyon savanyú. Értelemszerűen, amikor ilyen külön kiadásokat csinálok, hogy csak csoki, ott nincsen savanyú, de általában nagyon brutális savanyú dolgokat szoktunk megkóstolni. És ígérem, a következőben lesz is. És most térjünk vissza ismét egy Milky Way-hez, ami nem más, mint egy szimplán karamellás Milky Way. Ez 2010 óta kapható Amerikába és Angliába. Magyarországon sajnos nem. Ez 7. hóig jó, úgyhogy szerencsénk van. Bontsuk is ki, és úgy érzem, hogy ez sokkal puhább, mint a többi. Gondolom ez ilyen brutális karamellás lesz. Kicsivel végnyom, de ugyanolyan barna színű, ugyanazzal a csokival és ugyanazzal a mintával van fedve, de kóstoljuk is meg. Aha. Nagyon jó minőségű karamella van benne. Lágy, nem ragad a fogamba bele. De ez nem lesz az én kedvencem. Szeretem a karamellát, de nem ilyen durván. Ez a csoki semmi más, mint csoki, vékony csoki, és brutálisan tele van nyomva karamellával, de úgy durván képzeljétek el. Hú, ez émeítően édes volt, egyébként nagyon finom, aki szereti a karamellát, annak ez valami kánoán. És srácok, el is érkeztünk az együnk videó utolsó csokiához, ami nem más, mint egy kakukktojás. Hát elmondom nektek, hogy miért. Ez nem is a Mars cég által gyártott, hanem ez a Nestlé cég által gyártott, és nem is Mars, hanem O. Henry. Tehát O. Henry az egy név egyébként. Elméletileg ez kettő magyarós, karamellás, ilyen krémes csoki. Ez jól hangzik, amúgy így néz ki.
És az van leírva, hogy ebből egy darabban 120 kalória van, akkor ebből kettő, az 240 kalória, wow, ez elég sok. Ez is ketté van törve, vagyis ez is kettő darabba jön. Hú, de durván, ilyen sós karamella íze van, illata, bocsánat. Na nézzük. Hú, ez nagyon kemény. Ez nagyon hasonlít a mi Snickersünkhöz. Nem rossz. Nem rossz, srácok, nem rossz, de nem lesz az első helyem. Az első helynek nagyon-nagyon professzionálisnak finomnak kell lennie. Ez is nagyon finom, de nem professzionálisan finom. Szóval, srácok, el is érkezünk a videónak ahhoz a részéhez, ahol elmondom az én első három helyezetemet, hogy nekem melyik ízlet a legjobban. Úgyhogy vágjunk is bele, szerintem tippeltek, hogy melyik lesz az első helyezet. Pontosan! Nem tudom megmondani, melyik legyen az első helyzet. Nem tudom, melyik legyen az első helyzet, mert kettő dolog is áll az első helyen. Az első az nem más, mint a Milky Way-nek a Midnight Dark nevezetű csokoládéja. Továbbá a Snickersnek ez a Crispers. Ugye az a neve, Crisper? Tehát az ilyen kekszes, ropogós csokia. Mind a kettő zseniálisan, különlegesen finom. Amúgy, ha választanom kéne, én erre mondanám azt, hogy az első, de ez rögtön követné. Nem második helyzet, hanem egy is feledik helyezett. De komolyan nagyon finom, tényleg. Mondom, ha ez 10 pont, akkor ez 9,9 pont. Nagyon finom. A második helyzet nem más, mint a Milky Way-nek a sima csokoládéja. Nagyon finom, másabb, mint a magyar csoki. Amúgy, ha jól emlékszem, a magyarban nincs is karamella. De javítsatok ki, meg majd mindjárt megyek és veszek egyet. Megkóstolom, hogy ne beszéljek nektek hülyeségeket. És a harmadik helyen egyértelműen az O. Henry áll. Elmondom nektek, hogy miért. Nagyon finom, nagyon király, nekem kicsit émélyítően édes volt, és egyszerre sós is a karamella miatt, és nem volt meg az az egyensúly az ízek között. És amúgy ez is nagyon finom lehet, a full karamellás, aki nagyon-nagyon szereti a karamellát, annak biztosan ő az első helyzet. Szóval srácok, remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor kérek nyomjatok rá egy lájkot, ezzel nagyon sokat segítenétek, és ne feledjétek, hogy éppen nyereményjáték van, és ezt a 10 darab fidget spinnert sorsolom ki köztetek. Ha nem láttatok esetleg a sorsolós videót, akkor lent lesz a leírása, továbbá a kártyákon is megtalálhatjátok. És hogyha esetleg még nem láttátok mondjuk ezt a videót itt, akkor kattintsatok ide, nézzétek meg, remélem tetszeni fog nektek, és legyen további szép napotok. Még egyszer köszönöm szépen, sziasztok!